lehet látni a városra. De ne aggódjatok, az öltözőfülkében már nem lehet belátni. Értékeimet elzártam, de most már az 50-es medence a cél. Nekem érzésre megvolt az 50 méter. És megvan. Örülök a lépcsőnek, az idősebbnek is ez sokkal könnyebb lesz a kimenetel és a bemenetel. És ahol van, ott én is ezt szoktam használni. Ez a tanmedence, tan és oktató medence és óriási segítség most már a gyerekeknek, vagy esetleg a tanulni vágyó embereknek, akik úszni szeretnének majd a jövőben. Mert tényleg biztonságos körülmények között ugye ezt meg tudják valósítani. Jövőben innét lesz lehetőségünk szurkolni a zalai versenyzőkért, mert a medence rendelkezik a FINA nemzetközi minősítésével. Használjátok ki télen-nyáron ezt a fantasztikus új világszínvonalú létesítményt, mert elsősorban ez nektek, nekünk, zalaegerszegieknek épült. A város gondos gazdája lesz. Persze nekem is nagyon jó lett volna, hogy a gyerekkoromban egy ilyen létesítményben tudok megtanulni úszni. De ne felejtsétek, hogy a létesítmény az csak hozzásegít ahhoz, hogy a célotokat az akaratotokkal és a kitartásotokkal meg tudjátok valósítani. Úgyhogy nyitás után itt fogunk találkozni.